Tisztelt tüntető, tiltakozó hölgyek és urak, kedves túlfogyasztó honfitársak! Én kérek elnézést a kormánytól, azon átlag magyar, hivatalosan túlfogyasztó honfitársam nevében, aki merészel családi házban élni, vagy merészel több generációs családban élni, vagy merészel árammal fűteni. És sorolhatnánk még azokat a hétköznapi eseteket, ami által egészen könnyedén válhat valaki átlag feletti fogyasztóvá. Márha persze elhisszük azokat a hazugságokat, amit a kormány most elénk tár, ahogy próbálták elhitetni azokat a hazugságokat is, amire ráirányította a figyelmet Ábrahám Barnabás megyei elnökünk is, hogy higgyük el, hogy 500 000 forint az átlagbér. Higgyük el, hogy átlag feletti fogyasztónak minősülnek itt most magyarok milliói, akiknek az életét fogják most megkeseríteni a rezsim megszorításokkal. Hazugság a magyar kormány részéről az, ahogyan próbálják átlag feletti fogyasztónak beállítani az átlag magyart. Hazugság volt a kormány részéről a választások előtt, és még közvetlenül azt követően is, hogy fenntartják a rezsivédelmet. Hazugság a magyar kormány részéről, hogy nincs más lehetőség a gazdasági helyzet stabilizálására. Hazugság a magyar kormány részéről, hogy mindezért kizárólag az ukrajnai háború a felelős. Hiszen tudjuk jól, hogy amikor ezeket mondták, például még júniusban is, Orbán Viktor is, Németh Szilárd is azt mondta és azt hazudta, hogy fenntartják a rezsivédelmet. És mondták ezt akkor júniusban, amikor már volt háború, akkor is volt infláció, akkor is volt energiaválság. Mi változott? Egy kormányzati döntés, egy kormányzati politika változott, főleg a választásokat követően, és a baloldal útjára léptek, miközben a kormány azt mondta, Orbán Viktor is azt mondta, még júniusban is, hogy nem lesznek megszorítások, mert az a baloldali kormányok sajátja. Hát nem tudom, hogy mennyiben lett baloldali a jelenlegi kormányzat. Szociális érzékenységét tekintve biztos, hogy nem. Viszont nagyon is hiányzik egy olyan fajta baloldali szociális érzékenység, amit persze nem láthatunk a balliberális pártok soraiban sem. Hiszen ők nemhogy kormányzásra, de még ellenzéknek is alkalmatlanok. Éppen ezért kell egyfajta szociális érzékenységet felkarolva, ahogy a Mi Hazánk mozgalom és az itt megjelent Magyar Önvédelmi Mozgalom soraiban is már láthattuk azokat a jótékonysági akciókat az elmúlt években, amelyre úgy tűnik, hogy szükség lesz, sőt, jóval többre is szükség lesz a következő hónapokban, vagy ne adj Isten években is. Egy forró nyári este kezdtük most meg itt a tüntetés sorozatunkat, és folytatjuk szerte az országba, de talán egy még forró bősz elé nézzünk, hogyha a kormányzat nem hátrál meg, és nem fogadja meg például a Mi Hazánk mozgalom konstruktív javaslatait. De ami még szomorúbb, hogy egy nagyon hideg tél elé néznek azok a magyar állampolgárok, akik nem fogják tudni megfizetni ezeket a sokszoros rezsiárakat, amiről nem volt szó a választások előtt, hiszen talán a megszorításoknál is fájóbb, hogy a hazugság, az ígéretszegés útjára lép a jelenlegi kormányzat is. A Mi Hazánk mozgalom azért foglalta programjába, hogy kötelező legyen minden miniszterelnök jelöltnek vállalni a nyilvános vitát, és főként minden országos listát állító pártnak le kellene tennie az asztalra egy programot. Egy számon kérhető választási, vagy ha kormányra kerülnek, akkor kormányprogramot, mert akkor elszámoltathatók a politikusok. Nem csak politikailag egy következő választáson, de a mi elképzeléseink szerint vissza is hívhatóak. És ez a gondolat, ez nem most fogalmazódott meg, amikor fideszes szavazók tömegeit köpte szembe a jelenlegi kormányzat, hanem emlékszünk még 2006-ra, az összödi beszéd kiszivárgása utáni időkre, 2006 forró őszére, amikor az MSZP szavazói számára is egyértelművé vált, hogy átverte őket a saját miniszterelnöke, a saját kormánya, hazudtak reggel, délben meg este, és most ugyanezt teszi a jelenlegi kormányzat. És ahogy akkor elementáris erejével fogalmazódott meg a társadalomban az igény a politikusok visszahívhatóságára, úgy most is követeljük, hogy a politikusok elszámoltathatók, akár visszahívhatók legyenek, hogyha olyan elképesztő köpönyekforgatást, olyan ígéret, olyan programszegést hajtanak végre, mint amit most tesz a jelenlegi kormányzat is.
Hiszen ahogy egy átlag magyar állampolgár is számon kérhető a hazugságért, rágalmazásért, becsületsértésért, úgy számon kérhetők egyébként a sajtóorgánumokhoz hasonlóan, ahogy helyreigazítási perben, sajtóperben igazságot vagy jogot lehet jobb esetben szolgáltatni, úgy azt gondolom, hogy a politikusok is elszámoltathatók kellene, hogy legyenek a leírt, asztalra letett, választási irodához benyújtott programmal szemben meghozott döntések esetén. A Mi Hazánk mozgalom tehát elszámoltathatóságot követel, hiszen látjuk, hogy a köpönyek forgatás nem csak a Jobbik vagy az LMP sajátja volt, hiszen fájó, de akik Gyurcsány Ferenc kormányzása idején megalakultak, lehet más a politika néven, azok végül egy ciklus után képesek voltak összeállni ugyanazzal a Gyurcsány Ferenccel. Láttunk itt már az elmúlt években, évtizedekben sokféle köpönyek forgatást, de mégis olyan megszorításokkal kapcsolatos ígéretszegést, ami ilyen széles körben sújtaná a magyar embereket, talán még nem tapasztaltunk. Ezek a rezsi megszorítások elfogadhatatlanok. És nem azért, mert mi csípőből elleneznénk mindent, hiszen a Mi Hazánk mozgalom konstruktív ellenzéki pártként el tudja fogadni, ha például azt állítja a kormányzat, hogy a katás adózók körében nem tartható fent az, hogy egyesek 3%-nyi jövedelemadót fizessenek, miközben a társadalom döntő többsége 15%-ot fizet. Lehet azt mondani, és van benne igazság, hogy sokan visszaéltek ezzel. Éppen ezért elfogadható egy adott törvény módosítása is. De az, hogy a korábbi ígéretükkel szemben már megint a kis embereken csattan az ostor, legyen szó akár a katás adózók megszorításáról, akár most még szélesebb körben, immár nem csak mondjuk 400 ezer embert, 1 millió a családon keresztül 1 millió embert, hanem szinte az egész társadalmat sújtva rezsi megszorításokat hajtanak végre, miközben a javaslatainkat elutasítva nem hajlandók, például a narancsbárók, a milliárdos oligarchák megszorítására, megadóztatására, akkor ez a rendszer elfogadhatatlan. Ez a rendszer, amit a nemzeti együttműködés rendszerének nem szégyellenek nevezni, miközben például az év legfontosabb törvényéhez, a költségvetéshez benyújtott 437 módosító javaslatból 437-et leszavaztak. Ennyit a nagy együttműködésről. És nem csak stratégiai paradigmaváltás célzó javaslataink vannak, hanem apróbb, a költségvetés éppensége nem is felforgató, konstruktív, építő meglátásaink, javaslataink is. A kormányzat azonban olvasatlanul leszavazza mindezt. Éppen ezért vonulunk most az utcákra, szerte az országban, több mint 20 helyszínre, már most, e forró augusztusban is, mert el szeretnénk indítani egy folyamatot. Egy tiltakozást, amelynek hatására a kormány meg kell hátráljon, hiszen tudjuk jól, hogy ezeket a javaslatainkat, még ha le is szavazza, előbb-utóbb kormánypárti javaslatként számos indítványunk azért megvalósulhat. Legismertebb ugye maga a határkerítésre vonatkozó javaslat Torockai Lászlótól, amelyet még 2015-ben javasolt, és akkor még a Jobbik elnöksége is leszavazta, de utóbb végül már a minden párt beállt a javaslat mögé. Tehát, hogyha elsőre néha merésznek is tűnik a Mi Hazánk mozgalom egy-egy javaslata, mint akár a milliárdosok vagyonadója, melyet egyedüli pártként szorgalmazunk, de számos nemzetközi példa mutatja, hogy ez bizony itthon is megvalósítható, akkor kapaszkodjunk azokba a korábbi esetekbe, amelyek végül megvalósulhattak a Mi Hazánk mozgalom politikusainak javaslatára. És nekünk ez a feladatunk, hogy szorgalmazzuk mindazon törvénymódosításokat, amelyet akár munkaügyi kabinetünk vezetője és esztergomi vezetőnk Lantos János szorgalmazott, illetve külön köszönöm Méhes Szilveszter esztergomi alelnökünknek a tűzifával fűtőkre gondoló javaslatát is, hiszen valóban például áfacsökkentésre szükség volna, még ha jelenleg a legnagyobb probléma az is, hogy nem is lehet kapni tűzifát, ahogy nem lehet lényegében napelemekhez sem jutni. A Mi Hazánk mozgalom tehát a gazdaság fellendítését szeretné, elsődlegesen a multinacionális tech cégek megadóztatásával, hiszen itt vannak ezek az óriási globális cégek, a YouTube, a Facebook és sorolhatnánk, amelyek például Ausztriában megadóztatnak, súlyos euró milliárdokhoz juttatva egyébként az osztrák költségvetést. Van tehát arra is példa, nemzetközi példa, hogy egy nemzetállam megadóztassa ezeket a globális nagy hatalmakat. A jelenlegi kormányzat azonban úgy tűnik, hogy inkább kiegyezik velük.
hiszen különösebb cenzúrára, olyanra, amire mi kell, hogy számítsunk, amelyről a magunkfajták sokat tudnának mesélni, hogy milyen cenzúrát kell elszenvedjünk a Facebookon, hiszen pártunk oldalát is törölték például egyedüliként a politikai szereplők közül. Nos, ilyentől a kormány nem kell féljen. Ők kiegyeztek ezekkel az óriás cégekkel, pedig valójában a költségvetési szerepvállalásukra volna szükség, az osztrák példához hasonlóan. Ahogy hasonlóképpen követeljük a legalább a 100 leggazdagabb magyar, a hazai oligarchák, narancsbárók megadóztatását. Hiszen a társadalmi olló egyre jobban nyílik szét, egyre nagyobb a különbség a gazdag és a szegény között. A társadalmi mobilitás egyre jobban csökken, azaz, hogyha valaki szegénynek születik, egyre kisebb az esélye, hogy valaha is a középosztályhoz tartozzon. A rezsimegszorítások miatt viszont egyre szélesebb körnek, egyre nagyobb az esélye, és egyre inkább fenyegeti a veszély, hogy a szegényekhez fog tartozni. Éppen ezért van szükség javaslataink megfogadása keretében a milliárdosok vagyon adójára is. És azért is, mert az elszámoltatás, a politikus bűnözés felszámolásának több eszköze van, több programpontunk van a mentelmi jog eltörlésétől kezdve, a szibériai bérraptartásig sorolhatnánk. Viszont nagyon sok politikus bűnözés, korrupciót törvényesített úton hajtottak végre, úgynevezett közbeszerzési eljárásokkal, teljesen törvényesen hordhatták szét a nemzeti vagyont. Ezért aki komolyan gondolja az elszámoltatás és legalábbis a nemzeti vagyon visszaszerzését, az nem csak bilincsben kéne mutogassa, hol Gyurcsány Ferencet, hol Orbán Viktort, hogy mondjuk csak a Jobbik két, mondjuk 10 év különbséggel kinyomtatott szórólapját tegyem egymás mellé, hanem ha mi komolyan gondoljuk a nemzeti vagyon visszaszerzését, akkor mivel azt törvényes úton lopták el, ezért azt törvényes úton adó formájában, a milliárdosokra kivetett vagyonadó formájában kell visszavessük. Ezeket a javaslatokat azért fogalmazza meg a Mi Hazánk mozgalom, mert Orbán Viktornak is a legutóbb közzétett 10 pontja egy szót sem ejt. Nemhogy erről, de a nemzeti önrendelkezésről sem igazán, miközben a külföldi tőke növelését szorgalmazza ebben a bizonyos 10 pontban Orbán Viktor. Mi ezzel szemben a magyar nemzetgazdaság megerősítését inkább abban látjuk, hogy a magyar mezőgazdaságot, a magyar élelmiszeripart erősítsük meg, és tegyük önellátóvá Magyarországot. Egy agrár nagyhatalom lehetnénk, ha például nem sújtanák évek óta azok az embargók Magyarországot, amelyhez sajnos asszisztált a jelenlegi kormányzat is. Hiszen ahogy méltattuk a jelenlegi kormányzatot akkor, hogyha szembeszállt az Európai Unióban az energia embargóval, ugyanúgy ki kell mondani, hogy viszont mindent megszavazott, ami magyar mezőgazdaságot elsősorban sújtotta az elmúlt években, és sújtja a közeljövőben, a következő években is, hogyha nem teszünk ellene. A Mi Hazánk mozgalom azért is indított aláírásgyűjtést, és azért tiltakozik, hogy ne támogasson Magyarország semmilyen olyan szankciót Oroszországgal szemben, ami a magyar embereket is sújtja. Micsoda álságos megközelítés és hazugság az a kormány részéről, hogy nem veszünk részt a háborúban. Mennyi és mennyi hazugságot kell elfogadjunk, kezdve ugye most a rezsimegszorítások kapcsán azzal, hogy mindenről csak az ukrajnai háború tehet, és hogy mi bizonyára mind túlfogyasztók vagyunk. Átlag feletti fogyasztók. Hát olyat ugye már hallottunk, hogy az átlag magyar ember azt szokta mondani magáról, hogy az átlagnál jobban vezet, de olyat még nem hallottunk, hogy az átlag magyar ember hivatalosan átlag feletti fogyasztónak minősül. Mert lényegében ezt hozzák ki a statisztikai adatokkal. Addig kozmetikázták ezt. És éppen ezért kell kimondjuk, hogy elég volt a kormány álságos politikájából. Semleges, önellátó, önrendelkező Magyarországot szeretnénk, és valóban semlegeset és valóban békét, hiszen micsoda álságos, farizeus megközelítése az a jelenlegi kormányzatnak, hogy például Ukrajnába nem küldünk fegyvereket hivatalosan Magyarországról közvetlenül, de küldünk már a kormány határozat szerint fegyvereket Románián és Szlovákián keresztül. Hogy lehet azt hazudni, hogy semlegesek vagyunk, miközben legutóbb az Ukrajnában zajló orosz-amerikai háborúban az ukrán vezérkari főnököt meglátogatta a Magyar Honvédség főparancsnoka. És az ukrán vezérkari főnök elismerően nyilatkozott a Magyar Honvédség segítségnyújtásáról, amiről mi semmit sem tudunk.
Ők viszont valószínűleg jóval többet, nem véletlenül gratuláltak. Sorozatos arcátlan követeléseik nyomán a legutóbbi magyar honvédségi látogatás nyomán. Fájó kimondani, de a 48-as márciusi ifjak követelését, miszerint magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk, immár csak mi valljuk. Mi követeljük azt, hogy hozzák haza a magyar honvédeket, például Irafból, ahogy korábban csúfosan megbuktak Afganisztán megszállásában is, mert semmi keresnivalónk nincs ott. Mi mondjuk ki egyedüliként azt, hogy nincs keresnivalójuk. Azoknak az amerikai katonáknak, akikről épp ma látott napvilágot a hír, hogy ezek a külföldi NATO harccsoportok immár felvonulási területté teszik Magyarországot, hiszen a vonatkozó kormány határozat Orbán Viktor és Szijjártó Péter korábbi ígéretével szemben lehetőséget biztosít arra, hogy katonai felvonulási területté és ezáltal Oroszország számára ellenségé célponttá tegyék Magyarországot. Mi azt mondjuk, hogy ki kell maradni ebből a háborúból, de teljes egészében nem támogathatunk semmilyen szankciót egyik féllel szemben sem. Mindez egyébként ráadásul csak elnyújtja a háborút, elnyújtja az energiaválságot, elnyújtja az ukrán nép szenvedését is. Nekünk a magyar érdekeket kell nézni, és a kárpátaljai magyarságot golyófogónak használó és korábban is másodrendű állampolgárként minősítő, lealacsonyító, soviniszta ukrán állammal szemben komoly fenntartásaink vannak, éppen ezért semmi esetre sem fogadható el, hogy feláldozzuk a magyar gazdaságot, a magyar emberek jólétét és biztonságát ennek az amerikai-orosz háborúnak az oltárán. Elfogadhatatlan az, hogy amerikai érdekeket szolgálunk ki itt és az Európai Unióban. És teszi ezt sajnos a jelenlegi kormányzat is, főleg a magyar mezőgazdaságot sújtó embargó támogatásával, de teszik ezt különösen azok a balliberális politikusok, például Donát Anna, aki nem átallott az Európai Parlamentben felszólalni Magyarországgal szemben, hogy hogyan teheti meg azt Magyarország, hogy a 480 forintos benzint biztosítja a magyar embereknek, miközben a külföldi EU állampolgároknak, vállalkozásoknak ezt nem biztosítja. Mert persze az Európai Unió szabálya ezt nem engedi meg, és csak a brüsszeli bürokrácia működés képtelensége az oka, hogy ezt még nem szüntették meg. De az, hogy egy magyar politikus, egy magyarországi politikus legalábbis a brüsszeli bürokraták között az Európai Parlamentben a mandátumát arra használja fel, hogy Magyarország ellen áskálódjon, ez egészen egyszerűen elfogadhatatlan. Éppen ezért 2024-ben, amikor egyszerre önkormányzati és európai parlamenti választás lesz, akkor a mi feladatunk, küldetésünk az, hogy megerősítsük a magyar önrendelkezést, és a Mi Hazánk mozgalom, mely valóban a közélemény kutatások szerint immár a legerősebb ellenzéki erő, és egyben a legegységesebb ellenzéki erő, ez egy olyan párt, amire most egyre nagyobb felelősség hárul. Érezzük ezt a felelősséget, és éppen ezért a kezünket is nyújtjuk, hogy egymással összefogva folytassuk azt a nemzeti ellenállást, amit konstruktív ellenzéki pártként az országgyűlésben is bemutattunk már. Hiszen mi szeretnénk az utcai politizálást is folytatni, hogyha arra szükség van, már pedig úgy tűnik, hogy szükség van, mert a kormány az eddig nem hajlandó meghátrálni. Bár Németh Szilárdnak talán találóbb volna már a rezsinövelési kormánybiztosi titulus, hiszen ezzel van elfoglalva a jelenlegi kormányzat, hogy a magyar embereket sanyargassa a multinacionális tech cégek vagy a hazai milliárdos oligarchákkal szemben. Nekünk mégis a magyar emberek jóléte mellett kell kiállnunk, és ezeket a javaslatokat kell az országgyűlés napirendjére tűznünk. Ezeket kell követelnünk szerte az országban a most induló tüntetés sorozatainkon is, mert tudomásul kell vegye a jelenlegi kormányzat és a balliberális ellenzéke is, hogy Magyarország a magyaroké, mert ez a mi hazánk, és az is marad. Köszönöm a figyelmet!